A Nemzetközi Jégkorong Szövetség döntése értelmében Románia benmaradt a világbajnokság divízió 1 per a csoportjában, doha a Lubljánai tornán az utolsó helyen végzett. A jövő évi VB Nagy-Britanniában méretetheti meg magát a még mindig a himnusz botrányban úszó román válogatott. Átszervezte a jövő évi világbajnokságot a Nemzetközi Jégkorong Szövetség. A világcsoportnak új helyszínt kellett találni, miután az eredeti házigazdát Oroszországot Fehér Oroszországgal együtt kizárták. Az átszervezés következtében Románia benmaradt a divízió 1 a és amennyiben politikai botrányok nem akadályozzák a felkészülést, minden esélye megvan, hogy meg is kapaszkodjon ott. Fodó család korongozó elmondta: Szó szóval esett már korábban is arról, hogy a kizárások után van esélyük a benmaradásra, a hivatalos döntés azonban most született meg. Bíznak abban, mondta, hogy a himnusz botrány hamarosan lecseng, és felkészülhetnek a nagy megmérettetésre. Mi bízunk benne, hogy ez a, ez a botrány ez hamarosan elcsendesül, és úgymond véget ér a dolog. Bízunk benne, hogy nem lesz semmi a büntetés belőle, mert úgy gondoljuk, hogy ez, ez az egész csak egy politikailag felfújt. Dolog. mi köztünk csapattársak között minden rendben van. Tehát ez a botrány, ami történt, ez, 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 minden játékos számára, ez csak lesújtó. A jövő évi világcsoportot Finnország és Lettország szervezheti. A divízió a ban Románia Nagy-Britanniába utazik, ahol a házigazda mellett Olaszországgal, Litvániával, Dél-Koreával és Lengyelországgal találkozik. A mérkőzéseket Nottinghamben rendezik. A jövőben szó van arról is, hogy a divízió 1 a két csoportját összevonják.